Gary Anderson szemében a 2018-as UK Open bajnokról beszélünk, és azért nem kell nagyon messzire visszatekinteni a múltban, hogy közös élményeket találjunk, ami Andersont és Van Duvenbódét illeti, hiszen már idén is találkoztak kétszer, az év első napján konkrétan a világbajnokság negyed döntőjében Gary Anderson egy 101-es átlaggal 5-1-re verte Van Duvenbódét, és a harmadik Players Championship állomáson múlt szombaton 27-én 6-4-re nyert viszont a holland játékos Gary Anderson ellen, úgyhogy felemásak a közelmúlt béli élmények. Az a mérkőzés egyébként a legjobb 64 között történt, tehát Gary Anderson nem jutott be a 32 közé. Aki délután figyelte az első három fordulót, az tudja, hogy akkor 6 nyertlegig ment a dolog. Innentől kezdve viszont egészen az elődöntőig meg sem állnak a játékosok 10 megnyertlegig. 5, illetve minden meccs 5. és 10. legje után lesz majd 2-3 perc szünet, akkor mi is el fogunk majd menni szusszanni egyet, úgyhogy ezek az alapvető dolgok, amikkel tisztában kell lenni, mielőtt elkezdődik a meccs, amitől Medi azt várja, hogy... Hogy jó meccs lesz. Nem fogom azt mondani, annak fogok szurkolni mindig, aki hátrányban van. Azt szeretném látni, hogy egy kiélezett, kimagasló színvonalú meccsen valamelyik játékos nyer. Mind a két játékos nagyon szimpatikus. 141-es, igen. Igen, jön a komment, hogy sokkal jobb lett volna a Callum Smith meccs a színpadon. Ezzel azt hiszem, én mindenképpen, de talán mindkettőnk nevében beszéltek, hogy egyetértünk. Ezzel nagyon sok mindent csinálni sajnos nem tudunk. Természetesen figyelemmel kísérjük az összes meccs alakulását, mint ahogyan volt ez délután is. És már most felhívnánk arra a figyelmet ismét, hogy a sorsolást megint meg fogjuk mutatni az utolsó meccs után. Tehát, hogyha kialakul a legjobb 32 mezőnye, akkor nagyjából éjfél magasságában azt is megmutatjuk, ahogyan ez volt fél hétkor is, hogy a következő fordulóban melyik játékost melyikkel sorsolják össze, hogyan folytatódik majd holnap kora délután a UK Open. És azért már 97-es közben Duvenbódétól már azért mennek a lengyel fiú 1-0-ra vezet Mansour ellen. Jason Law, Daryl Gurney ellen vezet 2-0-ra. Scott Waits, Keegan Brown 3-0. Sedlacek, Whitlock 1-1. Ian White, Ricky Evans 1-3. És a Vatimen a Kellen Ritz az pedig 1-1. Jelen pillanatban így állnak. És hát ugye itt látjuk, hogy 139, 178 a maradék. De egyébként közben van még egy meccs, amiről nem beszéltünk, ott most 3-3-ra állnak. A King de Souza összecsapás 103,13 százados átlagon van King, és 105,3 százados átlagon pedig de Souza, úgyhogy nem akármilyen mérkőzés. Gary Anderson közben 78-ról szert ki két nyilla, a tripla 18-ukra 12. 180! Ugye 2-9 nyilas volt a mai napon, a mi közvetítésünk során is láttunk 6 tökéletes nyilat Mickey Menseltől, a 7. volt a gonosz nyíl. És ha minden igaz, akkor José de Souza éppen kísérletet tesz, igen, majd a 9-nyílra. Igen, 180-nal kezdett, igen. Hopp, itt is jó az ötödik. 180! Hagyjuk most de Souzát! Akar és tudja, dobja meg, de dobja meg Van Duvenbode is. 95. Na nézzük, 6 nyíl már most megvan. 141. Megvan a tripla 19. Ah, 48 nem jött. 68 pontja van. És egyébként elmondom, hogy de Souza a dupla 12-t hibázta, tehát odáig ment el. Így pont, hogy majdnem lehetett volna 2-9 nyilas is. Az egyik helyen a dupla hiányzott, itt meg a nyolcadik. És ugye pont az egyes, illetve a kettes táblánál. Igen. Tévésen, ugye az tévésnek számított tévésnek volna. Tévésnek számított volna, igen. Mint ahogyan a mai kettő, az nem volt az, hiszen a háromtól nyolcadikig terjedő tábla valamelyikén volt. 10 nyilas leglett belőle. Se rossz. Nézzek, ott hibáztak 9 nyilas. 131. És közben lejön Anderson azért. Majdnem 100-ra, 109 a maradék Van Duvenbode 32-re. Hú, az nagyon belül, dupla 8. Megoldja. 11 nyilas leg.
ami a két játékos Players Championship teljesítményét illeti, Rob Cross-tól kapott ki az első tornán, a nyolcad döntőben Gary Anderson, utána a másodikon Ian White jelentette a végállomást, szintén a nyolcad döntőben. Ó, ezt rosszul mondtam az előbb, bocsánat, hogy ez 14-es leg volt, nem 11, ne haragudj. A harmadik állomásnál már a Duivenbode... Anderson. Szóval az volt az, amikor Van Duivenbode 6-4-re legyőzte Gary Andersont, és a negyedik versenyen is az első mérkőzésen kapott ki Brooks-tól. 180! Nagyon jól állunk eddig. Opa. Ó, az két darab tripla, csak rossz szektor. 38 lett a dobás. Közben Vattimena már 4-1-re vezet Kanel Ritz ellen, ugye ő is nyert egy állomást, mármint Ritz. 93. Belecki 2-0-ra Mansour ellen. Most sok a szektorhiba Gary Andersontól, és ezt a leget ő kezdte. 67. Picit javít, 67. 129 marad itt, 103-ra nézzük, hogy mit választ. Aj, nagyon jó. 20-as, dupla 16. Oj! Gary, you require 129. 129 Andersonnak. Tripla 20 bull. Ó, megint az 5-ösbe dobja. Atán megdob egy sima 15-öst. Dirk, you require 32. 103-asat átlagon van Duivenbode. Bedobja. Szép volt nagyon ez a leg is. És egy break azonnal. És úgy tudott breakelni, hogy nem is tudott kiszállóra dobni Gary Anderson. Közben Simon Whitlock 4-1-re vezet Karel Sedlacek ellen, ugye a cseh játékos mind a két meccsét 6-0-ra nyerte. És közben Daryl Gurney feljött 3-2-re Jason Lowe ellen, és Mansour Sujovic is megnyerte az első leget Sebastian Białecki ellen. ...125-tel kezdett Gary Anderson. 58 nem jött most tripla. Gary Anderson érzi, hogy most kell azonnal vissza kell brékelni. Csak jön egy egyes. A második tripla már jó. 81. Egyébként visszatérve egy szó erejéig Sebastian Białeckire, aki most töltötte a 17. életévét. Ő ugye először tweetelte azt, hogy úristen, álmodom, megnyertem mind a három meccsemet a Yuki Openen, aztán pár perccel később kirakott egy videót, hogyha már megnyert három meccset, azért tudja az ember, hogy hogyan kell kiejteni nevét pontosan. Igen. Szóval Białeckinek van leírva, de a Sebastian Białecki. Białecki, ez áthúzott elbetű, ez a lengyelben az, de hát nyugodtan mondhatjuk, hogy gyorsan így három győzelem után építgeti a brandet. Tripla, tripla. És az is tripla, 135. Nagyon szép, 196-ra Gary Anderson. Hoppá, megint egy szektorhiba. A tripla nagyon jó. 95-ös. Közben egyébként Mervyn King 5-4-re vezet De Souza ellen. Úgyhogy 104,29-es átlagon van. Jó, a tripla 20. De szép, és a dupla 20. Ajjajjaj, az nagyon aláment. Az legalább volt egy 2-3 centi biztos. 101-e brékelhet vissza, benne marad a benne. Tripla 20-ban, 9 vagy 1-es. Igen, azzal nagyon lóg, nem kéne 1-esre dobni. 9-est is választja, 32, vissza brékel! 101-e! Az biztos, hogy az első szünetnél a különbség minimális lesz a két játékos között. Biztos 3-2 lesz, kisebb pénzt is merek rátenni. Tegye nagyobb az is. Ó, akkor tudod mi lenne, 3 szünet vége. 140-es. Nyolc táblán zajlanak a mérkőzések, mind a nyolcon játszanak 4-4 mérkőzést. Holnap viszont már nem kap nyolc tábla szerepet, közben Daryl Gurney kiegyenlített. 12 nyilas volt, ha jól láttam? Ezt nem tudom, de Lónak 104 az átlaga. 5-1-re vezet Simon Whitlock. Scott Vécs 5-2-re. 80 pont.
Sebastian Białecki már 3-1-re vezet Mensur Sujovic ellen. Születésnapos Mensur Sujovic ellen. 137. Amikor említettem, szép volt, 129 marad. Amikor említettem Media közvetítés elején, meg akikről, vagy akiket pedzegettünk a délutáni közvetítés során is, hogy olyan nevek, akikkel korábban kevesebbet találkoztunk, fiatal játékosok, hát azt hiszem, hogy nem csak a mai 9 éves emiatt, de Sebastian Białecki azért egyértelműen közéjük tartozik, és meg lehet nézni Mensur Sujovic ellen is vezet brékelőnyben. 89-en 40-re kerekít, de még biztos van nyila, hisz 181 ponton van Duivenbode. 4-4 ilyen vált kiegyenlített. 134 ponttal lejön 47-re van Duivenbode. Dupla 20, még mindig a dupla 20. Megvolja is van. De jó helyre tett ezt. Két leget gyorsan megnyer egymás a tengeri. Anderson jön tehát az első szünet, és mindjárt érkezünk vissza a folytatással. 3-2-es Anderson vezetésről megy tovább a meccs. És egyébként még egy szó a King de Souza meccsről, ami az átlagokat illeti ott. 107 fölött volt a 107 volt az átlaga. Most 106,13 most Mervyn Kingnek, és 99,34. 177 közben Andersontól! De jó, maradjunk itt inkább. Pont azt beszéltük Medivel, hogy milyen jó meccsek vannak már itt, tényleg 64 között. Fölé megy a negyedik. Tényleg akárhova nézünk, mindenhol kapkodjuk a fejünket egyébként, mert olyan jókat játszanak. Most már szépen lassan mindenki el fogja kezdeni a UK Open-t, úgyhogy most azt tippeljék meg, hogy önök szerint ki nyeri meg a UK Open. Talán ez most már egy vállalható kérdés, legalább a párosítást láttán, úgyhogy a Sporttelevízió Facebook oldalán ott az esti párosítás alatt legyen kedves mindenki megírni, akinek van kedve persze, hogy szerinte ki nyeri meg vasárnap este a UK Open-t. Itt a színpadon egyébként csupa-csupa olyan játékos, aki korábban már megnyerte egy-két kivétellel. Na, gyerünk, tizen, nem kell, tripla, az is, és a dupla 8. Most se tudt, hogy mennyien van. Bedobja! Gyönyörű volt a 124-ről! De jó! Szóval láthatjuk, meg is kérdezte, hogy biztos, hogy még megrázta a fejét, hogy... Egyébként hozzáteszem, hogy Gary Anderson 103-as átlagon van, és 99-esen Duivan volt. Gyönyörű számok. Szóval láthatjuk, majd Fangerventő tavaly nyerte meg 15-ben, meg 16-ban. Láthatjuk, ugye most Gary Andersont, a 18-as bajnokot, Peter Wrightot is figyelhetjük, majd aki 17-ben nyert. És egyébként Gervin Price is megmutatja itt nekünk magát, ő két döntőt játszott, nyerni még nem tudott UK Open-t. Jó, a tripla 19-es, a 18. Most jobban áll. 140-essel Geri kicsit tudta őt beelőzni. 19-es. Most már mehet tripla 20-asra. Kellene még egy a kiszállóhoz. Gyönyörű a 139 ott a 170 hátsó pályáról. Volt ma már 170-es kiszálló, és igaz, nem ennél a táblánál, nem a színpadon. Elképesztően szoros meccsek egyébként, hogy csak az állásokat nézem párosítás nélkül. 6-5-5-4-6-4-6-4-6-4, 6-5-4-2-4-3. Ezek a mozzajló meccsek. Kiejti a nyilát. Maradék. 155-ös. Ez jó, tripla 19. Ez nem, 76-ja van, visszadob, 16-ra kerekít. Megint ott van Duivenbode-n a teher. 32. Ó, mellé dobja. 5-2-re vezethet Gary Anderson. Dupla 8. Benne is van. Megfogja. Egész jól kiszállózik a skót. Egész jól kiszállózik, meg egész jól játszik. Közben már jött tipp, hogy
Gary Anderson nyeri a UK Open. 177-tel kezd Van Doyle-Mobley. Fú, tényleg, de jó megint ilyen dárcot látni itt a televízióban. 51 pont. Anderson, Wright, Anderson. Ilyen közben jön a komment is, hogy de hiányzott a dárc valóban. Az is jó. Az már nem. 140. Szép játék, nagyon. Hatvan pont csupán most ez, tehát... Nem nézzük meg majd, hogy a következőt, hogy fogja játszani Gary Anderson. 134, 50 pont, három kör után. Látta a változást, vagy mi? Igen, Ritz kiegyenlített Vattimena ellen, pedig ott talán háromleges előnye is volt a hollandnak. És kiegyenlített José de Souza is már Viking ellen. Közben 5-3-ra módosul az állás, Van Doyle-Mobley csinálta az 50-et. 11 nyíl. És azt keresem még. Csak lett 11 nyílas, amit akartam. Kiegyenlített, mert Szujovics is. 4-4 azt Javetszki ellen. Gyenge kezdés Andersontól, és hogyha ezt a leget megnyeri Van Doyle-Mobley, akkor már nincsen break hátrányban. Már 134, jó kezdés, igen. Megint egy szektorhiba. Az nagyon jó. 140. Jött tipp ugyanattól az embertől Claytonra és Cullenre. Valóban a formát elnézve, ha csak azt néznénk, hogy az elmúlt két hétben ki mit csinált, a két legnagyobb esélyesről beszélnénk, ez biztos. Csak hát Cullennek nem annyira jó a sorsolása, így hogy megkapta most Michael Smith-t. 97 pont. Jó helyen van. Még egy kell. Kell még egy, különben nincs kiszálló. 100-zal 210-re maradék. Ugye 140-ne 170 lett volna. Babyfish elúszott. 32 marad. Glenn Reeds vezet is 7-6-ra, hihetetlen. 174, 36-ra. Gyönyörű, csak hogy érezze azért Van Doyle-Mobley a törődést, de nem érdekli. Az utolsó leg, az utolsó szünet előtt. És Van Doyle-Mobley kezd. Száz pont. Egyébként Sedlecek 5-6 most már. Igen, feljött ő is. Szujovics pedig már meg is fordította Biavecki ellen a meccset. 96-os Van Doyle-Mobley-tól. Gerinek meg most egy kis krízis helyzete van. Ó, 28! Jót tesz neki most a szünet, azt hiszem majd. És ha így folytatódik, akkor 5-5 lesz. 5-2-ről. Gyönyörű. 140-es. Kiszállónak nem kiszálló, de hát Gary Anderson 180-nal se tudna kiszállóra jönni. 58. Tényleg milyen szoros meccsek vannak. King vezet 7-6-ra. 7-6, 7-6, 5-6, 7-5, 5-4, 5-4, 6-4, 6-4. Az meg egy 133, 32-re gyönyörű volt. Az egekben Gary Anderson, de nem a boldogságtól, hanem a gyenge dobó teljesítménytől. Igen, főleg úgy. Puff, az benne is van, simán a dupla 16. Remekül játszik Van Doyle-Mobley a második szünet előtt. 5-5 a mérkőzés állása. Szóval a négyesen Johnny Clayton és Robbie John Rodriguez következik majd. No de, Gary Anderson kezdi a 11. leget, méghozzá egy 140-nel. Jó át Van Doyle-Mobley. ...139-el kezd, és közben José de Souza megfordította a mérkőzést Mervyn King ellen. 8-7, igen. Sedlecek pedig kiegyenlített Simon Whitlock ellen.
125. Igazából elnézve ezeket az eredményeket, bármelyik párosítást tették volna a színpadra, nem szórakoznánk rosszul. 94. Közben Mervyn King a hatodik triplát hibázta. Hihetetlen meccsek vannak mindenhol. Szektorhiba Andersontól is jött, és a komment, hogy sok a szektorhiba a skóttól valóban. Igen, igen, igen. Jól látta az úr vagy a hölgy, vagy az úrhölgy. 140. 140 megint. 128-ra megy le Duivenból, de... Az úr látta jól. 97. 94 ponton Anderson. Most közben Dávid Imre, bocsánat, lehet, hogy Imre Dávid, ő írta, hogy nem is győztes, de egy régi jó Adrian Lewis-t megnézne már. Hát azt hiszem, ezzel vagyunk így páran, bár én annyira akkor nem szimpatizáltam vele, amikor a top Adrian Lewis-t láthattuk, de azóta azért nagyon szorítok, hogy jobban menjen neki. Újabb szektorhiba Andersontól. 36-ról szállhat ki, és brékelhet Van Duivenbode, és szerezheti meg a vezetést. Benne is van, hogy közben közel került a továbbítás. Az Ricky Evans, Ian White ellen ráadásul, 9-7-re vezet már. És ha emlékezetem nem csak White lehet az eddig legmagasabban rangsorolt kieső, igen, 12. kiemeltő. Még az a többiek még nem is játszottak, akik előtte vannak. 134. Az jó lesz. Fulagerinél is. 180! Nagyon lóg a levegőben, úgy nem feltétlenül ezen a meccsen, de ezen is egy újabb 9-nyilas. Igen. Tényleg olyan teljesítmények vannak. 134 megint. Alatta van a negyedik sajnos. Igen, írják közben, hogy jó lett volna Liza Ashton tovább jut Darius Labanauskas ellen, hogy az ő első meccsét láttuk, kiválóan játszott már, mint Ashton. 19-esre kezd, nem 20-asra. Hát így jó, kezdés arra, de szép! 180! Közben de Souza 9-8-ra vezet Mervyn King ellen. Simon Whitlock 9-7-re szed le Csak ellen. Ja, most egymás után kettőt nyert az ausztrál, és Ricky Evans pedig kiejtette Ian White-ot 10-7-tel. Dupla 20. 12 nyilas lehet még így is. Benne is van! Fú, de jól játszik Van Duivenbode. Nagyon jó. 7-5. Daryl Gurney 8-5-re vezet, nem merted bemondani. Ez papírforma, igen. 180! Daryl Gurney egyébként 101-es átlagon, az megint csak halkan zárójelben. Na, visszadobja? Nem. Áj, de kár érte. 95. Jó, a negyedik nyíl is. Az ötödik most a rossz. 100-as. És ezt még nem említettük, mert most mióta visszajöttünk a szünetről, nem lesz több szünet, tehát innen már megy a végéig. Fú, de jó, most Anderson! 140! Döntőleg a King de Souza meccsem. Meg, ó, de szép játék. 9-9, hihetetlen, és de Souza kezd egyébként, hogy mindenki tudja. 32 a maradék. Érte, bocsánat, 40 a maradék. Van Duivenbode-tól közelebb lopakodik, de ez Andersonnak a játéka. Ő kezdett, és ő visszáll ki. Közben Mensur Sujovic először tud kettőleggel vezetni, Karel Sedlacek csak pedig kiesett. Simon Whitlock 10-7-re nyert.
Hoppá, az jó, az is jó. 171. Megint ott van a kis 9-es. 133. A magasság megvolt. Széltében hibázott a dolog. 35. re kellene két tripla. Ezt nem ilyet értem. 51. Ó, még szektoriba is van a végén. Anderson pedig hátsó pályáról iparkodna. Leget nyerni. Kellene szép. Lett volna, csak nem sikerült. Még kellett volna még egy. De az se lett volna. 140-120. Marad a 96, 120-ra most jön. Jön a Shanghai. Jó a tripla. Jó. A sima is, és a dupla 86-os vezetésért. Ó, fölötte kihagyja. Gary require 96. És közben José de Sousa egy eszméletlen meccsen jutott tovább. Meccsen. Ezt szerintem nézzék végig, aki teheti, az nézze vissza. Óriás. Ó, és Anderson pedig hátsó pályáról 7-7-re módosítja az állást. Egyre több tovább jutunk van közben, tehát ott van Cullen Reeds, ott van Ricky Evans és Simon Whitlock is a legjobb 32 között. Scott Waits 9-6-ra vezet Keegan Brown ellen, Jason Lowe pedig jön fel Daryl Gurney-re 8-7 az északírnek. Mensur Szujovic pedig már 8-5-re vezet Sebastian Biavecki ellen. Ó, micsoda kezdés! Körbe dobálta a nagy triplákat Van Duyvenbode! 171. Paládé. 97. Hát délután elmondtam, amikor elkezdtük a közvetítést, hogy számomra messze legkedvesebb darts verseny ez a UK Open, és azt hiszem, hogyha valaki ma lát először kockákat egyáltalán, úgyhogy nézők sincsenek, az nem fog nagyon. De tényleg az állásponttól messze helyezkedni. 171. Egyre jobban játszik mindenki, szenzációs formában. Igen, most én is azt érzem, hogy ha felállnék, elkezdenék dobálni, én 110-es átlagot tudnék, de valószínűleg nem. Egyet ki tudja? Így van. Alatta a második. 137-es. Lápon talán ment. Van Duyvenbode nagyon halkan 106-os átlagon. Igen. 106-os. Hát ott volt egy olyan sorozata, 11 nyilas, 12 nyilas, 13 nyilas, 14 nyilas. Ó, szektoriba! 84-16 maradt közben Jason Lowe kiegyenlített Daryl Gurney ellen, ott 8-8. Scott Waits nyert 10-6-ra Keegan Brown ellen. Anderson pedig vezet 8-7-re. Elképesztő mennyi fordulat van ezen a mérkőzésen, és azért érezhetően feszült a hangulat. És az a jó tényleg ebben a UK Openben, hogy simán lehet, hogy a legjobb 64 között 81. itt döntő színvonalú mérkőzések hát vannak. Hát nem, pontosan. Hát most, bocsánat, de ez egy óriási nagy meccs. Vagy amilyen volt a De Souza King. Hát most. 86-os. Hamarosan kezd Johnny Clayton és Robbie John Rodriguez is. 4-es táblánál. 102,5-es átlaggal kapott ki King. 58. Én is nagyon szívesen kapnék 102-es átlaggal. Itt már 106-on Van Duyvenbode továbbra is. És közelebb a 100-hoz, mint a 90-hez Gary Anderson. Igen, nem elégedett, mert hiába van meg a tömeg Van Duyvenbodénál. Becsúsztak hibák, apró hibák.
8-6-ra vezet Mansour Biavecki ellen. 8-8 Daryl Gurney. Nem sokáig. Tehát még egy tripla, hogy kiszálló legyen Van Duyvenbo, de ú, ez 85. Nagyon el tolta azt. Igen, most már 9-8. Ó, az meg kipattan Gary Andersonnak. És ilyenkor, hogy nem lesz tőle kiszálló, a sima 20-assal kiszálló van. Ó, és ott a nyoma a triplában. Van Duyvenbo lesz előbb kiszállón, bizony 96-os, 123 marad. 180-ról hova tud lejönni Gary Anderson? Nagyon alacsonyra azért nem. 120-ra. Dirk, you require 123. Oh. 19-e maradt, szép volt egyébként. Mert a kommunikációból arra is lehetett volna következtetni, hogy megdobta a dupla 19-et, így viszont... Igen, tényleg olyan érzése volt az embernek, hoppá, ebből nem lesz kiszálló. Százas marad a 20 pont, 19-esre 3 dupla 8. Ó, oh, az egy 17-es dupla 1! Oh. Oh. Sok! Gary require 20. 9-6 közben Szujovicsnak. Sutar Bunting összecsapás is elkezdődött az ötös táblán. Délutáni legjobb formában lévő játékos ellen Sutar. És nem tud kiszállni Gary Anderson viszont. Kortyol egy nagyot Van Duyvenbo, de hogyha ezt a leget elveszíti, akkor valószínűleg a meccset sem tudja megnyerni. Hát ez hihetetlen, pontja marad. Kettőből kétszer ötös, nem tud megdobni egy sima ötös. Hármast. Az ötös megvan. És a dupla négy is! Elnézést kér, ugye van olyan része mondjuk a biliárd sportnak, vagy szakosztály, vagy szabályzat, amikor be kell mondani, hogy hova lököd majd a golyót. Hát ez most bukta lett volna. 8-8. Vaj, de jó meccsel kezdünk. 95 az első kör. Clayton, Robbie John Rodriguez 1-1-re állnak. Ötvenhetes nem jött tripla Andersonnak. És ez viszont egy olyan leg lehetett volna Van Duyvenbónak, amikor hátsó pályáról kihasználhatta volna Anderson gyengélkedését, de ő is csak 57-tel kezdett. 57. 57. Daryl Gurney mehet pihenni, holnap fontos meccs vár rá. 57. 10-8-ra verte lót, mind a ketten. Fú, nagyon nagyot dobtak. 100-as átlag körül, Gurney 101, Jason Lowe 99. 75. Igen. Meg volt 134 maradt. Mansour Szujovic is tovább jutott 10-6-tal. 180! Mondja, megtanulta mindenki kiejteni Sebastian Biavecki nevét. Igen. De ezen a versenyen különösebben legalábbis a további fordulók szempontjából már vele foglalkozni nem kell. De ez a 40-re kerekített, 150-et kéne megoldani, eddig jó kéne még egy. 93 pontja van. 74. Tripla 14. 90. 90 pont, sima 14, igen, 14-es lett sima. Dupla 10. Dupla 5. Tudja bedobni. Ójaj, ez most baj Andersonnak, még hozzá nagyon nagy baj. Dirk, you require 60. Kettő nyíl a breakhez, már csak egy. Ő nem sem tud kiszállni, kezdhetett volna a továbbjutásért. Mekkora sansza volt most ahhoz, hogy megnyerje a meccset. Dupla 5, Gary Anderson. Az benne van, ő vezet 9-8-ra. Látod, mennyire összerakta magát? Ez nagyon nagy volt. Robbie John Rodriguez közben fordított Clayton ellen, most már ő vezet 2-1-re. 140. A többi mérkőzésre aztán most ráérünk foglalkozni, mert azok most kezdődtek. Az első meccsek közül már csak ez zajlik. 180! Mit zajlik? Dübörög!
97 pont. Alácsusszon a negyedik. Viszont jön a tripla, 134. Nem akarja ezt a döntőlegre bízni Gary Anderson. Igen. 84 ponton maradt Van Duivenbode. 130 a maradék Andersonnál. Nincsen 48. Istenem. Bull. 25 a maradék. Ez egy akkora butaság, már bocsánat. Babyfish. Tripla 20 jó. Tripla 20 jó, meccs nyíl. Oh! Az előbb bedobta a dupla ötöt rá koncentrálva. Kerekítő megvan. Döntőleg! 9-9! Hogy mosolyognak. És nagy előnyben Gary Anderson, amennyiben stabil tud maradni, akkor ez a zászló inkább neki áll. De ez határeset. Százas, százas. Dugan Modinak szerelnie kell. Ja, nem, megcsíp. Fogta, most lehetett látni, hogy egy kicsit meghúzta csiszoló papírral a nyilát, hogy ne legyen kipattanó, vagy kieső nyila, kiforduló nyila a triplából, vagy a szektorból. És 140, ő kezd jobban. És lesz még egy 10-9. Igen, a második. 57. Óha! Óha! Most azért van baj. Főleg így. Csusszam. De így sem rossz szervicről. 180-at kell dobnia. 180 kell. Csak az a jó. És átcsúszik. Ez is 135. Együtt vannak, de olyan, mint a Van Duivenbode kezdte volna. Igen. Közben Johnny Clayton is break hátrányban van egyébként a meccs elején. Az csak 100 pont. Ezzel még kezelhető. Hát igen, egy 3 triplás kerekítőkkel. Nem erre gondoltam. És így meg lesz a kiszálló. Az gyűrű, hogy korrigált utána. 89. Az egyikhez, egyik 3 nyilas, a másik 2 nyilas kiszálló. Eddig jó? Nagyon jó. Az is a dupla 6! És nem tud kiszállni! A győzelemért! Egy-egyen rontott meccs nyíl, dupla 5 és dupla 6, 89. Egy-egyre állnak, igen. 20-as. És a bullal fejezheti be. Nem tudja bedobni, méghozzá nagyon nem. 9-es lett, 41 pontja maradt. Anderson második meccsnyira volt, de nem biztos, hogy lesz több. Kerekít vagy rádob a dupla 3-ra. Rádob. És bedobja! Kiesik a 2018-as bajnoka a UK Open-nek egy olyan meccsen, ami simán lehetett volna döntő is. Igen. Parádés. Hát ez szép volt nagyon. Dirk van Duivenbode ott van a legjobb 32 között, és akkor búcsúzunk az egyik nagy ágyútól, de könnyen lehet, hogy hamarosan követi Johnny Clayton is, róluk meg a többiekről is egy picit később. Elmegyünk egy szünetre, utána pedig jövünk vissza a következő meccsel.